Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Megnézzük, hogy mit közölnek a kártyák. Itt látható ez a kutya, és szimbolizálja a barátságokat és a hűséget is. Lehet, hogy barátilag közeledik hozzád. Vagy azt is jelentheti, hogy te bizonytalan voltál, de ez a kártya azt jelenti, ő hűséges hozzád. Itt a gyermekek utalnak természetesen gyermekekre is, de jelentik a játszadozást, a könnyűséget és egy új kezdetet, vagy egy fiatalos kisugárzást. Itt ez a virágcsokor azt jelenti, hogy te szép vagy, kimutatod a szépségedet, a nőiességedet, jelenti a kreatív tevékenységet is. Vagy, amit ez a kártya még jelenthet, hogy ő jön hozzád, meglep téged ezzel a virágcsokorral, vagy lesz egy kellemes meglepetés, egy ajándék. Ez a kártya utal az ő hűségére, itt lesz egy új kezdet, jelenti az ártatlanságot is, és egy ajándék vár rád. Megnézzük a jövőt, ami a szerelmet illeti. Itt a könyvek jelenthetik az ő tudását, vagy a te tudásodat, vagy egy továbbképzést, lehet, hogy ott ismerkedsz meg valakivel, de a kártyának van szimbolikus jelentése is, és utal a zárkózottságra, vagy ő zárkózott, vagy légy te visszahúzódó. Még mindig a jövőt nézzük. Itt lesz egy hír, tehát ő jelentkezik nálad, amit ez a kép még jelenthet, dokumentumokat, vagy egy bizonyos szerződést. Ez az út jelenti a jövődet, az életutadat, vagy egy közös életutat, és itt kivirágzik minden, javul a helyzet. Itt látható a tudásod, a tehetséged, de jelentheti az ő zárkózottságát is. Viszont hamarosan jön tőle egy hír, de ez a kártya jelentett bizonyos szerződéseket is, és a jövő, ez az életút nagyon jó, hiszen itt kivirágzik valami minden életterületen. Milyen meglepetés vár rád? Ez a hajó jelenthet külföldi kapcsolatokat vagy utazásokat is. Ez lehet egy internetkontaktus is. Amit ez a hajó még szimbolizál, ez a remény, vagy egy belső út, egy lelki út, mély érzelmekkel. Milyen meglepetés vár rád? Itt a halak jelentik az anyagiakat, és ez lehet egy nyeremény. De jelenti a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára. Itt látható a felhő, az lehet, hogy még valami átláthatatlan, és kell egy kis idő, amíg kiderül az igazság, tisztázódik valami. Ez a kártya jelent fél évet, tehát fél éven belül rendezheted a dolgaidat, különösen ami a külföldi kapcsolatokat, az anyagiakat illeti.
És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!